Jól halad az új székesfehérvári multifunkciós csarnok építése, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Gál Péter Pál már a leendő küzdőtér beton alapjáról adott interjút. A Fehérvár AV 19 SC elnök elmondta, a hét elején újabb egyeztetés volt a klubba, a város és a kivitelező képviselői között annak érdekében, hogy minél otthonosabb, komfortosabb legyen majd a létesítmény a legnagyobb felhasználó a fehérvári hokisok számára. Az a kérésünk, ami minden más csapatnak is lenne, hogy a hazai csapat öltözője egy kicsit más, egy kicsit otthonosabb legyen, mint a vendégöltözők. Ez mindenhol a világban így van, és ennek így kell lennie ebben a csarnokban is. A hazai öltözőnek mindig van egy olyan része, ahol a játékosok otthon érzik magukat, egy kicsit tágasabb a száraz öltözőjük, egy kicsit speciálisabb a jeges öltözőjük, kapnak egy olyan sarkot, ahol vagy egy kávéfőzővel, egy konyhapulttal otthonosan érzik magukat. Az edzők mindennapi munkát végeznek, tehát az ő részükre is szükségük van egy vizes blokkra az edzőöltöző mellé. Ezek azok az olyan pluszok, amik egy vendégöltözőben és egy általánosan kialakított öltözőben nincsenek meg. De természetesen ez a bizonyos öltöző nem csak a fehérvári hazai csapat kényelmét szolgálja majd, hiszen akár a magyar jégkorong vagy más sporták válogatottja is ezt használja majd. Az új csarnok a tervek szerint a jövő év végére készülhet el. Akkor költözhet ide az idei szezonban az osztrák bázisú ligában második helyen végző Hidrofehérvár AV 19 is. A klub menedzsmentje pedig azon dolgozik, hogy a költözés után is hasonló eredményes játékkal töltse meg az új fehérvári csarnokot az együttes. Ennek egyik előfeltétele a következő szezonra készülő keret kialakítása. Óriási kihívás, de természetesen a munka ez alatt a szezon alatt is a háttérben folyamatosan folyt Szélig Viktor részéről is szakmailag. Sokat egyeztettünk Viktorral már a jövő évi szereplést, a jövő keretet tekintetében is. Ő szakmailag, én gazdaságilag nyilvánvalóan a másik oldalról. Azt tudom mondani, hogy hamarosan konkrét bejelentkezésekkel is fogunk jelentkezni. Véletlenül ezzel megvárjuk a világbajnokságot is, de azt tudom ígérni, hogy a csapat jó részét egybe fogjuk tudni tartani. Remélem, hogy pozitív közleményekkel fogunk szolgálni a szurkolóink felé. A szurkolók pedig már nagyon várják ezeket a híreket, ahogy a mostani ezüstéremmel záruló szezon után a következőt is, melynek már ugye mint bajnokok ligája résztvevő vág neki a Hidrofehérvár AV 19.